A Nyíregyházi Napló 2018. december 7-ei lapszámában már a 261. része jelenik meg a 16. oldalon annak a helytörténeti sorozatnak, melynek a civilben történelem tanár Éjes Gábor a szerzője. A cikkek most új életre keltek, és a jó visszajelzéseknek, bátorításoknak köszönhetően egy olyan hiánypótló munka született, melynek segítségével a Kossuth tértől a külterületekig megismerhető Nyíregyháza egy színes, érdekes kiadványban. Egy várostörténeti képeskönyvet kapok Edves Jóvasról a kezébe, amely azzal készült, hogy akár ténylegesen a város utcáit, tereit végigbarangolva, végigjárják, felfedezzék annak a nevezetes, az utcákhoz kötődő nevezetes emlékjeleket, épületeket, szobrokat, és akár egy otthon virtuálisan a szobába is képzelben bejárják Nyíregyházát. Éjes Gábornak nem ez az első kötete Nyíregyházáról. Megírta már a római katolikus templom, a helyi cserkészet és a hősök temetője történetét is. De fontos munkája a nyíregyházi elhurcoltakról és a megyei 56-os emlékjelekről szóló kiadvány is. A mostani pedig akár segítő kézikönyvként is használható, az alpolgármester megfogalmazásában Margócsi József tanár úr korábbi klasszikus sorozatának méltó folytatásaként. Azért is fontos, mert legalább az embernek most el lesz hova nyúlnia, hogyha bárminek, ami Nyíregyházával kapcsolatos épületnek, embernek az életéről kapcsolatos, most végre van egy olyan kötet, ahol ezt az ember levéve a polcról megtalálhatja. A könyv megjelenését több mecénás mellett az önkormányzat is támogatta. Az, amiről az utcák mesélnek, ugyanis nem csupán ismereteket és színes olvasnivalót kínál, hanem a lokál patriotizmust is erősítheti, amint azt az egyik szakmai lektor, a levéltár igazgatója méltatásában megfogalmazta. Ez nem egy egyszerű könyv, hanem ez egy olyan könyv, ami ide köti az embert Nyíregyházához. És most, amikor olyan gyökértelenné válik az embernek, még a szomszédját se ismeri, még szólni sincs kihez nagyon sok esetben, kell, hogy valahova tartozzunk. Hát tartozzunk Nyíregyházához. Nagyon sokat tesz érte Nyíregyháza, hogy ezt az identitásérzést, ezt életben tartsa, és ezeket a szálakat egy kicsit megerősítse, hogy nyíregyházi legyen az is, aki Londonban él, meg aki Budapesten él, meg aki bármelyik szegletén él ennek a világnak. A könyvnek a szerző szerint akár folytatása is következhet. Heti rendszerességgel mindenképpen, hiszen a Nyíregyházi Napló jövő héten már a 262. résszel kerül a városlakók postaládájába.